A Pécsi Egyetem szenátusa dr. honoris causa címet adományoz, azaz tiszteletbeli doktorrá avatja azokat a bel- és külföldi személyeket, akik több évtizeden keresztül kiemelkedően művelték tudományterületüket, nemzetközi elismerésre tettek szert, szoros kapcsolatot tartanak fenn egyetemünkkel, komoly szolgálatot tettek annak, illetve a magyar tudománynak és művészetnek, és honoris causa doktori címmel történő elismerésük egyetemünk megbecsültségét emeli. Mindezek értelmében díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülés keretében dr. honoris causa címet vehetett át Csányi Sándor közgazdász, üzletember, az OTP Bank elnök vezérigazgatója. Hogyan jellemezni az OTP és a PTL kapcsolatát? Nagyon régi a kapcsolat, kb. 89-ben kezdődött a kapcsolat, akkor még KH-ba dolgoztam, és vezérigazgató helyettesként csináltunk egy alapítványt, utána, amikor 92-ben OTP-hez átkerültem, akkor nyilvánvalóan vittük a kapcsolatot tovább, hiszen a 92 óta Vörös József professzor úr az OTP igazgatóságának is a tagja. Sok diákot, különböző programot, felújításokat finanszíroztunk, támogattunk, és tartottam itt már előadást, és rendszeres szakmai kapcsolat van a két intézmény között. Önnek milyen személyes kapcsolatai, benyomásai vannak az egyetemről? Pécsi az egyik legnagyobb egyetem is, és nagyon jó nevű egyetem, azt kell, hogy mondjam, a szűkebb szakmámon belül, tehát a közgazdaság, a bankvilágba, és nagyon jó képzett emberekkel találkozunk, akik itt végeztek, és ugye később kezdődött a képzés itt, a közgazdász képzés, mint a Corvinuson, de én azt gondolom, hogy színvonalába beérte a legjelenjáróbb egyetemet. Mit üzenne a felnövekvő generációnak, a fiataloknak és a közgazdász hallgatóknak, miért érdemes ezt a pályát választani? Ha én most fiatal lennék, akkor azért a természettudományos ismeretek felé is fordulnék, nagyon szívesen IT területen, robot technológia és egyéb digitális technológiák területén dolgozók iránt nagyon nagy az igény és nagyon nagy a fejlődés, tehát valóban aki a kihívásokat keresi, ott talál ilyet. De nyilvánvalóan nem elhanyagolható a gazdaságnak, a közgazdaságnak a szerepese. Ez egy nagyon izgalmas pálya, rendkívül sok összefüggéssel tarkított, és tényleg aki sikeres akar lenni, annak úgy kell navigálni és hajózni, mintha egy viharos tengeren hajózna, és mindig kiszámítható, hogy jön egy válság. A kérdés mindig az, hogy mikor jön a válság. És erre fel kell készülni, megbecsülni azt, hogy milyen hatások lehetnek, hol vannak egy adott intézménynek, vagy adott országnak, ha valaki makrogazdasággal foglalkozik, a gyenge pontja, és hogy lehet a válságállóságot növelni. És aki így megy bele egy válságba, az adott esetben a válság után még nyer is a válság eredményeiből, mert versenytársak tűnnek el, és ő pedig megerősödve kerülhet ki. Hogyan értékeli, hogy most egy ünnepség keretében díszdoktorává avatta az egyetem? Mindenképpen nagy elismerés, és hát az is nagy elismerés, mert itt kaptam Pécset ettől az egyetemtől, aminek a munkáját én sokra becsülöm, és hogy megérdemlem-e, azt nem tudom, de mindenképpen úgy érzem, hogy azt a munkásságot, amit akár bankszektorban, akár más vállalkozási területeken végeztem, azt ezzel elismerték, és hát ez egyfajta visszaigazolása annak, hogy talán nem csináltam olyan rosszul. Még gratulálunk, és köszönjük szépen! Köszönöm szépen!